mennydörgésre emlékeztető hang hallatszik. A hullám teteje majdnem az égig ér. A vízoszlopok 2-3 métertől, akár a 10 méteres magasságot is elérhetik. A természeti jelenség a következő árapály érkezését jelzi. A hullámok egymás nyomába futnak, és egy hatalmas erejű 3-5 méter magas fehér vízfalat formálnak. Mint 10 000 ló úgy rohannak. Ez a Csiantang folyó árapálya. A Csiantang folyó Anhui tartományból ered. A folyó Anhui és Zhejiang tartományokon átkanyarogva több mellékfolyót is befogad, míg Zhejiang tartomány legnagyobb folyójaként végül a Hangzhou öbölnél a tengerbe ömlik. A Csiantang folyó árapálya különleges látvány, amit már 2000 évvel ezelőtt is csodáltak az emberek, míg nem helyi szokássá alakult. Az emberek felfedezték, hogy a holdnaptár szerint augusztus 18-án a nap, a hold és a föld majdnem egy vonalban helyezkedik el. Ezen a napon a legerősebb a tengervíz vonzereje. Az árapály emelkedése miatt a Csiantang folyó tengeri torkolatának kürtre emlékeztető alakja megerősíti a víz felszínének emelkedését, és az árapály találkozik a folyó vízével. A simának tűnő vízfelület alatt erős áramlatok kavarognak, amelyek a gáttal találkozva több mint 10 méteres óriás hullámokat keltenek a folyó partjánál. A nyár és az ősz közötti átmeneti időszakban mindig fúj a délkeleti szél. A szél erejével az árapály is erősebb lesz, amelynek sebessége akár a 10-12 méter másodpercet is elérheti, nyomása pedig 5-7 tonna is lehet köbméterenként. Évente több ezren érkeznek ide, hogy részesei legyenek ennek a látványnak. A természeti jelenség viszonylag gyorsan zajlik, de a különböző árapálynéző helyeken lehet gyönyörködni benne. A különböző árvíz megelőző technikák fejlődésének köszönhetően a Csiantang folyó árapálya ma már nem okoz súlyos károkat a környezetben, de a hirtelen partra vetődő, hatalmas erejű hullámok nagyon veszélyesek lehetnek, ezért a turisták csak az erre kijelölt biztonságos helyeken figyelhetik meg az árapály jelenséget.